Évadjának negyedik adásán, ami a Haver Alapítvány élő bejelentkezése a Facebookon. Mai vendégünk Horányi Gábor, a Lauder iskola igazgatója. Köszönjük, Gábor, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözlünk. Köszi, viszont. Aktuális kérdésekkel kezdeném ezt a beszélgetést. Ja, azt szeretném kérni, ez még nagyon fontos, vagy bátorítani a nézőket, hogy ők is tegyenek föl kérdéseket, ha bármi eszükbe jut arról, amiről beszélünk, hogy már régóta szerettek volna valami kérdést feltenni Horányi Gábornak, akkor most megtehetik kommentben. Nekem az első kérdésem és témám az lenne, hogy a Lauder iskola híresen jól kezelte a COVID-járvány adta nehézségeket. Több újságban is megjelent, hogy micsoda mérések mennek a Lauderbe, és hogyan szűrik azokat a vírusfertőzötteket, és ugye sokan legyintettetik, hogy hát persze, mert a Lauderben van pénz, és hogy ott ez természetesen megoldható, és könnyen megoldható, és azt szeretném kérdezni, hogy szerinted ez elsősorban pénz kérdése, anyagi erőforrás kérdése, vagy más volt a titka annak, hogy vagy még mindig ilyen jól kezeli a Lauder járványt? Hát az utóbbi kérdésed arra vonatkozott, hogy elfogyott-e a pénz, akkor azt mondom, hogy nem, még nem fogyott el. Ez egy folyamatos forrás, amit a szülők raknak össze, tehát ilyen értelemben természetesen kell ehhez a dologhoz pénz, de nem csak ezen múlik. Tehát ez sok mindenen múlik. Azt gondolom, hogy egyrészt az nagyon fontos, hogy mit üzenünk a járvánnyal kapcsolatban? Tehát mit üzen például az iskola kommunikációban, mit üzen az iskola reakcióban? Tehát, hogy hogyan viszonyulunk ehhez az egész kérdéshez? És hát az a teljes transzparencia, amely jelmi ezt a dolgot kezeltük, az például meglehetősen nagy mértékben fokozta a bizalmat. Tehát én minden héten írok egy levelet, ahol pontosan megvan az aktuális ügyeken túl az, hogy hányan fertőződtek meg szeptember óta, történt-e fertőzés az utóbbi időben, milyen lépéseket tettünk, hogy a szűrésre létrehozott alapban jelenleg mekkora összeg található, hogy ebből mennyit használtunk el szűrésre, és mivel elég korán kezdtünk ez a dologhoz hozzá, elég kedvező feltételeket teremtettünk mind az ár, mind a sebesség tekintetében a szűrés kapcsán, és tulajdonképpen azt csináljuk, hogy ez a szűrés ez ingyenes mindenkinek, de megkérjük, megmondjuk, hogy kb. Mennyi az önköltségi ár, ami egyébként alacsonyabb, mint a hivatalos ár, ez egy PCR szűrés, és alacsonyabb az önköltségi ár, mint az államilag garantált ár, és akkor ki eldönti, hogy mennyit fizet be. És volt, aki nagyon sokat befizettek erre, voltak, akik keveset, voltak, akik épp csak a szűrést, voltak, akik az sem, de ezt nem tudjuk, mert ez egy független oldalról jön be. Az, hogy ez most mennyire intenzíven működik el, azt mondom, hogy hát most nagyon sokáig nem szűrtünk, mert a szünet óta gyakorlatilag vírusmenteseknek tűntünk. Na most egy kicsit aggódom, ugye, mert beszélnek erről az angol gyorsabb vagy jobban fertőző vírusról, és holnap reggel szűrni fogunk, mert van egy osztály, ahol hárman elég közel egymáshoz betegek lettek, ami persze lehet bármilyen vírus, de ebben az osztályban ezt az osztályt megszűrjük, ha lesz közöttük véletlen covidos, akkor karanténba kerül az egész osztály, akkor azt jelenti, hogy két napon belül megszűrjük a testvéreket, tehát van egy olyan fajta stratégiánk, amivel kívül lehet tartani a vírust, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy az őszi szünet óta néhány részleges bezárás volt, de alapvetően működni tudtunk folyamatosan. És elsősorban ez azért működött jól, mert ez nagyon fontos, mert kialakult a közbizalom. Tehát, hogyha sikerül megszerezni a közbizalmat, akkor a dolog működtethető. És akkor te azt gondolod, hogy ez tulajdonképpen bármelyik magyar iskolában
hasonlóképpen megvalósítható lett volna? Hát attól függ, hogy hogyan értelmezem a kérdésedet. Jelenleg ugye, ha abból indulunk ki, hogy, hogy az iskoláknak milyen szabadsági fokaik vannak, tehát milyen lehetőségeik vannak szabad döntésekre, mennyi a mozgástere egy igazgatónak, akkor azt gondolom, hogy, azért lényegesen nagyobb a, mozgásterünk. A kérdésed nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy, alapvetően kellő nyitottsággal és megfelelő lehetőségek esetében, tehát a szabad döntés meghozatalának lehetősége mentén ez bárhol meg lehetett volna oldani, akkor azt mondom, hogy, igen, bárhol meg lehetett volna oldani, de azt gondolom, hogy a jelen Magyarországon ez azért nem teljesen így van, mert nagyon eltérek az iskolák lehetőségei. De nyilvánvaló, hogy, a közel azonos lehetőségű helyek is hozhattak jobb vagy kevésbé jó döntéseket. És bármilyen irányba mentél el, a fő kérdés, ahol visszajutunk, ami nem pénzkérdés, a hitelesség meg a bizalom. A hitelesség kulcsa pedig a transzparencia. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk magunk körül, hogy transzparens döntések vannak, hogy transzparensek az információk, tudjuk a dolgokról, hogy, azok, tényleg valójában milyen előnyökkel, vagy milyen hátrányokkal járnak, akkor, bármilyen körben és környezetben számíthatunk arra, hogy, az emberek könnyebben elfogadják a javaslatainkat. Jött egy kommentben egy visszajelzés, elmondom neked, hogy szülőként Gábor heti e-mailjei jelentették a biztos pontot a járvány legdurvább időszaka alatt is. Transzparens kommunikációs higgadt hozzáállás, példaértékű ez a fajta válságkezelés. Hát köszönöm, nagyon aranyos. Egyébként én is meg tudom erősíteni, hogy megnyugtat, tehát hogy ugye nekem is van egy kislányom, aki másodikos most a Lauderben, és igazán megnyugtató és megerősítő volt az, hogy folyamatosan kaptunk információkat arról, hogy, milyen a helyzet. Most egy kicsit áttérve a, középiskolára, hogy látod, hogy bírják azok a diákok, akik lassan egy éve kisebb megszakítással otthonról tanulnak, és tudtok-e nekik valahogy segíteni? Van erre, is valamiféle stratégiátok, hogy az ő helyzetüket hogyan segítitek, hogyan próbáltok nekik közösséget teremteni, amikor otthon vannak egyedül? Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye a járványa sok mindent megmutatott, tulajdonképpen már-már részemről ilyen mantra, ilyen közhelyszerű kijelentés volt már a járvány előtt is, hogy alapvetően az iskola, az oktatás az olyan módon alakul át, alakult és folyamatosan alakul át a jövőben is majd, hogy az iskolának a tanítás, tehát a tudás átadás, tudásforrás szerepe mindig háttérbe szorul, mert a tudást nagyon sokféleképpen és sok helyről meg lehet szerezni, a motiváló, illetve a szociokulturális, tehát a közösségi szerepéhez képest. Az iskola az egy iszonyú fontos közösségi platform. És akkor most itt van egy nagy emberkísérlet, amelyik arról szól, hogy elvileg ugye azt, amit a klasszikus értelme vett tanulás jelent, hogy most bizonyos információkhoz hozzáférsz, és ezeket az információkat így úgy magadévá teszed, de motiváció nélkül és közösség nélkül, ezt megkapod digitálisan. Sokan vannak olyanok, talán már egyre kevesebben, akik még valahogy úgy gondolják az iskolát, hogy az iskola az, ahol tanulunk. Na most itt van, tessék. Itt van a tudás, átadjuk, befogadod. És akkor most azt kérdezem mindenkitől, hogyha ez a funkciója megmarad az iskolának, de minden más elvész, lásd ezt a nagy ember kísérletet, akkor nekünk ez mennyire jó? Látható, hogy semennyire. Tehát, hogy semennyire. Tehát iszonyú élesen rávilágít egy csomó mindenre ez a jelenlegi helyzet, és akinek ez
nehezére esett volna a korábbiakban, nekünk ez nem esett nehezünkre, mert ezen már rég túl vagyunk, annak is muszáj újra definiálni az iskolát. De nem akarok kitérni a kérdésnek azon részére elől, amely a gyerekeknek a konkrét érzéseiről szól. A gyerekek utálják ezt a dolgot. Nem azért utálják, mert nem tudnak tanulni, de persze, hogy tudnak tanulni. És még azt sem mondhatom, hogy mindenki utálja, mert a gyerekek különbözőek. De nagy átlagban azt lehet mondani, hogy borzasztóan hiányzik nekik ez a fajta együttlét, amit az iskola jelent. Borzasztóan hiányzik az, hogy egy olyan folyamat, amit mondjuk valamiféle órának vagy tanulásnak nevezünk, abban rengeteg metakommunikatív aktus van. Tehát emberek vannak közvetlen térben, és sokszor ez az interneten keresztül nagyon-nagyon nehezen megy át, hogy mi mivel tudunk segíteni. Hát legszívesebben azzal segítenénk, hogy találkozunk, de az nem nagyon lehet, hogy találkozzunk, mert az lenne a legnagyobb segítség. Amivel még lehet segíteni, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egyébként a tavaszi időszaknak ez egy döntő kérdése volt, és itt a lakderes megoldás döntő fontosságú, jövőben mutató megoldás volt, ez a következő, hogy hogyan járunk el helyesen, amikor digitális oktatásra lépünk át. Mondom a két rossz megoldást, ha úgy tetszik, a két szélsőséget. Az egyik szélsőség az, hogy hát feladom a házi feladatokat, ugye ott a tananyag, ezek a leszkék, tanuld meg, elküldöm a tankönyvet, és akkor anyukával, vagy anélkül, vagy apukával, vagy bárkivel majd a gyerek megtanulja, attól függ, hogy mekkora korú, és majd visszaadja a leszkéket, és kijavítom. És gyakorlatilag nincs szükség ennél több interakcióra. Tehát nem is kell, hogy legyenek órá, elküldöm a házi feladatokat. Esetleg arra jó, hogy egy kis dolgálás. Attól mindig jobb kedve derül a gyerek, ha mondjuk letolják ezért, azért, amazért. No, a másik szélsőség ebben a tekintetben az, hogy hát emberek, hát munka van, ez a helyzet, ez a járvány van, minden órát megtartunk, kőkeményen. Hozzá kell tennem, hogy ez ilyen bagoly mondja velébnek, mert én a fizika faktot megtartom egyébként, de hát ott van egy viszonylag közeli elérendő cél, és abban bízom, hogy amikor személyesbe kerülünk, akkor lazíthatunk. Tehát a másik szélsőség, hogy mindent meg akarunk tartani. Most ez azért borzasztó, mert ha neked annyi órát tartanak digitálisan, mint amennyi egy normál iskolai napon van, az a nagy halál. Azért mondom, hogy nagy halál, mert a kis halál az maga az iskolai nap. Szóval mi azzal kínozzuk a kollégáinkat, hogy például ki kell próbálniuk, hogy milyen egy napot végigülni. Tehát végig kell ülni mondjuk a saját tanítványainak az összes óráját egy nap, hát utána úgy kell őket fölvakarni a padlóról, mert elég borzasztó azt kibírni, mert hiába vannak 45 percenként más dolgok, mert hiába vagyunk sokkal interaktívabbak, de rohadt fárasztó. Azt kell, hogy mondjam. Na most ehhez képest, ez még digitálisan történik, az szerintem maga a nagy halál. Mi tulajdonképpen azt próbáltuk ki, hogy csökkentettük az óraszámot, a digitális óraszámot, és a kimaradó órák helyett, amit nem tartottunk meg digitálisan, feladatokat, munkát adtunk. Na most erre azt lehet mondani, hogy hát nem csinálják meg azt a gyerekek, mert hiszen házi feladatot se csinálnak. Én azt mondom, hogy hát igen, a házi feladatot nem nagyon szívesen csinálják a gyerekek, mert ha az embert kínoznak 7-8 órát egy nap a suliban, akkor nincs nagy kedve már házi feladatot csinálni. Ezek a gyerekek nem olyan jó idomítottak, mint mi, akiket jobban lehetett kényszeríteni, meg fenyíteni, meg még el is hittük, hogy ez így jó. Ezek tehát meg tudják különböztetni a házi feladatot, attól a munkától, amit annak kiváltására kapnak, hogy ők engem nézegessenek még egy órát digitálisan. Én azt látom, hogy ez például iszonyú sokat számított, ez az egyensúly, hogy ne akarjál mindent, és találd meg azokat az elemeket, amely elemeket tehát használni vagy alkalmazni tudod, amikor te nem vagy ott frontálisan, mert igazából ugye meg van hirdetve a lakderes pedagógia a nemzeti alaptantervben is, csak nem biztos, hogy mindenki észreveszi, ugyanis megjelent az elméleti alapvetés, ami úgy szól, hogy a tanítás központú
pedagógiából, vagy az iskolából a tanulásközpontúvá akar átlépni, áttérni a NAT mentén a közoktatást. Mit is jelent ez magyarra lefordítva? A tanításközpontú iskola az a tanárral foglalkozik, hogy ő jól érezze magát, és hogy mit tanít a tanár. Hát a tanulásközpontú iskola az már azzal foglalkozik elvileg, aki tanul, tehát ha ezt nem is fogalmazták meg oly módon és oly élességben, hogy gyerekközponti iskola, de egy tanulásközponti iskola óhatatlanul egy gyerekközponti iskola kell, hogy legyen, amely nem tud uniformizálni oly módon, mint egy tanításközponti iskola, mert ha az iskola tanításközpontú, akkor velem foglalkozik tanárral, meg azzal, hogy mit tanítok, aki egy vagyok. A tanulásközpontú, akkor meg az osztályban van egy csomó gyerek, más és más képességekkel, más és más nyitottságokkal, és nem fognak tudni ugyanolyan módon tanulni. Én egy emberként tudok valahogy tanítani, ami mindig önazonos lesz jó esetben, de nem tud egy egész osztály egyféleképpen tanulni. Ezt egyébként nem ebben a részletességben, de a fő kategóriákban, tudom, Csépe Valéria akadémikus asszonytól, a NAT, mit tudom én, vezetőjétől, vagy szellemi atyától idéztem, meg mit tudom én, Pologi igazgató úr, a Toldiból, meg ilyenek vannak ebben a dologban benne. Tehát tulajdonképpen meg van hirdetve a tanításközpontú helyett a tanulásközpontú iskola, és ihaj, suhaj, már nem is olyan fontosak a tanárok, és akkor el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy ebben az irányban mit segített minket a járvány, mert segített. Sok minden megérteni a lényeget, az iskola lényegét, ahol még ez nem sikerült, remélhetőleg, és utána jönnek a részletek, mert ez lesz az igazából izgalmas, ami majd most jön. Igen, az a leveleidből is kiderül, hogy jön, hogy a Lauderben is ennek az egy évnek a hatására szeretnétek változásokat behozni. Nem ennek az évnek a hatására. Ezeket igen, de hogy ez felgyorsította a folyamatot, ha jól értem. Igen, igazad van, felgyorsítja több szempontból. Felgyorsítja a gyerekek felé, ugye, akik jobban látják, hogy mi működik, mi nem. Felgyorsítja természetesen a kollégák felé, akik jól látják azt, hogy milyen eszközök, új eszközök vannak, amelyek működtethetők, most nem a járvány miatt, csak a járvány miatt kezdték el őket használni. Nem utolsó sorban felgyorsítja felétek, szülők felé. Mert bármit akarunk kezdeni, azt muszáj veletek egyeztetni, mert a transzparencia nélkül nincs hitelesség, és a hitelesség nélkül nincs előrelépés. Tehát ez lesz a nagy munka, ami már el is indult egyébként. Tehát felkészülhetek. Nyilvánvaló, hogy egy második elem is gyerek szülőjét ez a dolog inkább csak teoretikusan érdekelheti, hogy mi lesz 10 év múlva, ott nincsenek akkora változások, bár nyilván ott is végig lehet gondolni azt, hogy mint a múltkori szülői tanácson, hogy most akkor milyen eszköz legyen egy gyereknél, ha majd akarunk venni neki képet, hogy most mi a Macintosra esküszünk, de az egész közoktatás jelenleg a Windowsra van felépítve, és akkor most akkor ha az iskolai ügyeket csak Windowson keresztül bizonyos típusú dolgokat csak úgy lehet intézni, akkor ne legyen az, hogy valaki mondjuk megnémul, mert bizonyos dolgokat nem tud kezelni. De nem ezek az elsődleges kérdések, ezek is fontos kérdések, hanem az elsődleges kérdések az például a gimnazisták. Mi terveztük a gimiben már azt, hogy egy jelentősebb digitális előrelépés jön, vagy történik, és ezt a járvány előtt is terveztük. De ez nekünk olyan értemben egy nagy segítség, hogy sokkal önreflektívebbek tudunk lenni szülők, gyerekek, tanárok egyaránt, amikor ezeket a lehetséges változásokat vizsgáljuk. De ezt hogy kell érteni, hogy akkor a gimnazistáknak egy bizonyos része az oktatásnak digitális lesz? Hát láthatóan te egy ilyen tanulásközpontú helyett egy ilyen tanít. Mi az, hogy az oktatásnak? Hát most alapvetően arról beszélünk, hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekek elsajátítsanak valamit. Igen, de hogy... Ebben az elsajátításban biztos, hogy nagyon fontos alapvető szerepe van a motivációnak. Tehát egy motiválni tudó tanár bármi irányba tudja motiválni a gyerekét, vagy egy szülő is. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az új világban
az új világban nem lesz szükség a tanára, mondja. De arról azért szó van, hát, hogy bizonyos dolgokat például remekül meg lehet tanulni tanár nélkül is. És ez egy izgalmas kérdés, hogy melyek azok a dolgok, tehát mondjuk most nagyon sarkítva és nagyon leegyszerűsítve. Lehet, hogy Petőfi életrajzát, ha az fontos, azt nem nekem kell elmondani, hanem hozzá kell szólni, hogy nézd meg Petőfi életrajzát. És fontos, hogy tudd is a Petőfi életrajzát, akkor meg egy olyan online Petőfi életrajz tananyagot lehet használni, egyre több ilyen van, ahol a végén van egy teszt, és visszajelz neked, hogy tudod-e Petőfi életrajzát, vagy nem. Az nagyon-nagyon fontos, hogy itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami egyébként látszólag független, de mégsem független attól, amiről beszélünk. Ez pedig a felelősség kérdése. Ki a felelős azért, hogy te sikeres légy? Ha te nem érzed ennek a felelősségét, akkor az úgy nem fog menni, hogy majd rád kényszerítik, hogy te sikeres légy, mert már kolbáccsal verne, vagy egyeseket adnak neked, ha nem csinálod. Az alapvető dolog, és ez a mai korban nem is tud másképp működni, szabadság és felelősség. Tehát az a lényeg, hogy te, mint diák, felelős vagy azért, ami veled történik. Én például nagyon gonosz módon nem osztályozom a gyerekeimet, csak értékelem, ők maguknak adják a jegyeket. És ha jobb jegyet adnak maguknak, nem szoktak, mert a gyerekek szigorúak magukkal, akkor odaírom, hogy szerintem te nem tudod ezt ennyire, de ez volt a megállapodás, hogy te adod magadnak a jegyet, akkor ötös. Nem arról van szó ugyanis, hogy én, mint a hatalom birtokosa a jegyet, kolbácsként, eszközként használjam arra, hogy téged ezáltal munkára bírjalak, hanem arról van szó, hogy te, akinek én partnerül szegődtem azért, hogy elérje a céljait, a lehető legkönnyebben elérd a céljaidat. De ez a te felelősséged, hogy sikerülni fog-e. És akkor mit gondolsz az idei érettségiről? Hogy milyen értelemben mit gondolok? Hát, hogy sok olyan hang van, lehet olvasni, hogy ne kelljen idén a végzősöknek érettségizni, mert hogy sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint bármikor máskor. Hát nézd, nem is tudom, honnan indítsak. Ha sarkítva akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az iskola számos esetben onnan szerzi a legitimációját, tehát a tanárok által végrehajtott, válogatott kínzások onnan nyernek legitimációt, hogy ezáltal az érettségit segítik, ugye? Mert az iskolában nincs mérés, csak egy kimenet van az érettségi. Valódi mérés nincs. Hát most adnak jegyeket, adnak, amilyet adnak. Hát én meg erre azt mondom, hogy egy intelligens, átlagos, szorgalmas gyerek fél év alatt az érettségi egy részére föl tud készülni, a középszintűre biztos, egyébként tanár nélkül is. Tehát én magát az érettségit nem misztifikálnám. Én azt gondolom, hogy hát azt nem tudom, biztos, hogy sokkal jobb közösségben felkészülni bármire. Tehát biztos, hogy nehezebb ezeknek a gyerekeknek. És el tudom képzelni, hogy van egy speciális irány, meg egy speciális érettségi, ahol ez a különbség számosabb. De hát nem azt csináltátok, hogy kicseréltétek egymással a tételeket magyarból, és két hónap alatt az érettséget megtanultátok. Nem úgy volt. Ne vicceljünk már. Ott lesznek a tanárok, azt mondják, szegény covidos generáció, segíteni fognak maximálisan. Hát az érettségi az egy érdekes illúzió valójában. És amikor azt mondjuk, hogy jó, hogy mi van az érettségivel, akkor egy kicsit azt üzenjük, hogy mintha az iskolának a beteljesedése vagy célja az érettségi lenne. Ne, ez azért nem. Én szerintem olyan nagy akadályt mondjuk egy magyar vagy egy töri érettségi, ez nem fog jelenteni. És szerintem inkább az a rossz, hogy ezek a gyerekek nem tudnak együtt lenni, meg nem tudnak a tanáraikkal lenni. Érzelmi hátrányokat inkább látok. Jött egy nézői kérdés még ebben a témában, aztán átevezünk más témákra. Az a kérdés, hogy milyen tanácsokat tudnál adni pedagógusoknak, akik félnek a technika fejlődésétől, és a digitalizáció szkepticizmus miatt nem vállalják a megfelelő tanítást? Alapvetően
A következő általános dolgot tudom mondani mindenféle mindenkinek, pedagógusnak, gyereknek, stb. Szerintem, és én ezt elég komolyan gondolom az iskola szintjén is, nem lehet megmondani, meg lehet mutatni, hogy milyen új és korszerű dolgok vannak, de nem lehet kijelölni abszolút irányokat. Olyan értelemben lehet kijelölni, hogy a tanítás ez egy izgalmas folyamat, a tanítás valóban egy szakma, de ezt a szakmát alapvetően azért lehet elég sokféleképpen csinálni, mert ennek a szakmának a kulcsa a hitelesség. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor leszel tanárként a leghatékonyabb, ha hiteles vagy. De az, hogy te hogyan tudsz hiteles lenni, az attól függ, hogy te milyen vagy. Tehát vannak olyan emberek, akik például iszonyú hitelesek tudnak lenni egy frontális típusú oktatásban is. És vannak olyan emberek, amelyek másban tudnak hitelesek lenni. Tehát itt az önazonosság, a hitelesség a kulcskérdés. Én azt gondolom, hogy az egyik tényező az, hogy érdemes törekedni arra, hogy az ember fejlődjön. A másik tényező ez a hitelességre való törekvés. És van még egy harmadik megjegyzésem is, amikor a sors és a kényszer arra bírt rá, hogy elvégezzek egy ilyen vezetőképzőt még 2000 táján, akkor utána kellett írnom egy ilyen szakdolgozatszerűt. És az volt a témám, amit megpróbáltam egy kicsit körüljárni, hogy mi van a pedagógusokkal, mint a nemzet napszámosaival. Hogyha a pedagógusok úgy definiálják magukat, hogy ők a nemzet napszámosai, amikben egyébként jelent némi segítséget az állam viszonya a pedagógusokhoz, tehát tudja őket úgy fizetni, tudja őket úgy megbecsülni, hogy könnyebb legyen magukat a nemzet napszámosaiként definiálni, addig normális oktatás nem lesz. Tehát én azt gondolom, hogy a pedagógusok esetleg rosszul fizetett, nem kevés, nem eléggé, helyenként nem eléggé megbecsült, de önmegvalósító emberek, akik ebben lelik az örömüket. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem tudja megtalálni az örömöt abban, amit csinál, az biztos, hogy kevesebb hasznot fog hajtani. Ezt nem lehet örömtelenül csinálni, ezt a pályán. Tehát ezt nem élvezed, akkor nem tudod igazából hatékonyan csinálni. Én tudom, hogy kényszerek vannak, hogy az embernek ez az állása, meg nehéz váltani, de én azt gondolom, hogy az örömet kell keresni benne, és hitelesnek kell lenni. És el lehet azt mondani, hogy de megakadályozzák, jó, az embert helyenként megakadályozzák, és akkor küzd, hogy ezeket az akadályokat valamilyen módon átlépje, leküzdje. Köszönöm, és akkor most átérnék egy kicsit a Lauderre úgy általánosságban, eltávolodva a Covid-tól. Ha a Lauderről olvas az ember a honlapon, vagy neked régi nyilatkozataidat, vagy interjúkat vagy, akkor ezek a szavak kerülnek elő, hogy gyermekközpontú, liberális, szabadszellemű, és igen, ilyesmi, és sokaknak erről az jut az eszébe, én is találkozom ezzel, hogy itt akkor biztos a gyerekek az asztalon ugrálnak óra közben, és szemtelenek, és mindent lehet, és a gyerekek irányítanak mindent. Mit akarnak ezek a szavak a Lauder esetében? A gyerekek a főnökök, vagy nem? Hát kezdjük onnan, ami a konklúzió. Az, hogy a gyerekek asztalon ugrálnak, meg mindent lehet. Nem, a gyerekek a legkevésbé sem ugrálnak asztalon. Én láttam olyan iskolákat már, találkoztam vele, ahol példás rend volt az órákon. Ott aztán a szünetben az asztalon ugráltak, gyilkolták az egymást a gyerekek, mert olyan szintű feszültségként élték meg az órai létet. Amire én legbüszkébb vagyok a Lauder iskolában, amit mindenki megtapasztalhat, az egyik az, hogy van egy teljesen partner alapú, szeretetteljes légkör. Tehát lehet, hogy aki úgy gondolja, hogy a Lauder iskolában az asztalon ugrálnak, az el se tudja képzelni, hogy mondjuk mi tegeződünk a gyerekekkel, hogy az én irodám tele van játékokkal, és bejönnek a gyerekek, bejönnek mondjuk ásványt cserélni, vagy játszani valamit ott a dolgaimmal, vagy valamit megdumálni.
Nincs ilyenfajta tekintély, nem formális tekintélyekkel dolgozunk. Az, hogy én lemegyek az ebédlőbe, nem kérdés, hogy a sor végére állok be. Nincs olyan, hogy valaki elébe álljak. Nincs külön tanári vécé a Lauder iskolában, mert nem teszik a gyerekek sem tönkre a vécét, és a tanárok is oda járnak. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez a partner alapúság lényeges. A partner alapúság az nem azt jelenti, hogy úgymond ártonosságban ugyanolyan vagyok, mint egy gyerek, meg felnőtt vagyok, több tapasztalatom van a világról, de miért képzelem azt például, hogy egy gyerek az, mert hogy kevesebbet tud bizonyos dolgokról, mondjuk értéktelenebb lenne. Miért kellene nem egyenrangú emberként kezelnem őt? Vagy miért kell úgy gondolom, hogy egy gyerek egy kis hülye felnőtt, mert nem tud annyit? Tehát szerintem alapvető kérdés ez a fajta nyitottság, és én nagyon-nagyon sok energiát nyerek abból, hogy lemegyek az ebédlőbe, és akkor azt mondják, szia Gábor, hogy vagy, szia. Tehát, hogy nincs semmilyen, hogy jaj, jön az igazgató, úristen. Semmilyen nincsen. A másik az, hogy amit ezt a járvány is mutatott, hogy mivel partnerek vagyunk, a gyerekek meg tudják érteni a problémáinkat is, a nehézségeket is meg tudják érteni adott esetben. És annyira, de annyira fegyelmezettek ezek a gyerekek. Én bejárok néha hozzájuk, mert meghívnak. Elég sok órám van, de a kicsikhez inkább akkor megyek, ha hívnak. És annyira jó nekem látni, hogy ezek a gyerekek tök nyugisak, tök fegyelmezettek. Nincsenek ellenőrzőbe beírások, meg nincsenek ilyen terrorintézkedések. Egyszerűen azért, mert az alaphangulat az az, hogy partnerek vagyunk, elfogadjuk egymást, a gyerekek zöme szeret iskolába jönni. Ez nem azt jelenti, hogy egy 11-es vagy egy 10-es nem aludna szívesen reggel tovább, tehát hogy önmagában élvezetnek tartja, hogy el kell mennie dolgozni. De a kicsiknél nagyon markáns ez, hogy nem akarnak még betegek se lenni, hogy bejárhassanak, de hát ezt tudod nagyjából, hiszen szülőként megéled, és a nagyok is szeretnek bejárni. Azért, mert figyelünk egymásra, mert szeretjük egymást, ilyen egyszerű, mert tudjuk azt, hogy az a közös célunk, hogy ezekből a gyerekekből veletek szülőkkel is együttműködve a lehető legtöbbet hozzuk ki. Szóval nagyon nyugis hely. Nyugis hely. Egy szeretetteli hely az egy nyugis hely. És azok a nyugtalan helyek, ahol a kényszer, meg a dresszúra, meg a félelem uralkodik. Ott ugrálnak a padon. És aki úgy gondolkodik, hogy a Lauderban biztos a padon ugrálnak, mert nincs fegyelem, az ezt a képét onnan nyerte, ugye egy olyan intézményben, ahol fegyelem volt az órákon, meglátta, hogy milyen az, hogyha megszűnik a fegyelem. A fegyelmező eszköz megszűnése az együtt jár a rendetlenség elszabadulásával. Ez abszolút nem érvényes a Lauder. Most egyébként már végképp nem, mert nagyon sokan akarnak idejönni, és egy kicsit még válogathatunk is. És nagyon-nagyon aranyosak, és nagyon normálisak a gyerekek, ezt komolyan mondom. De persze ez ilyen hazabeszélés, és ilyen értelemben ki, ha nem én mondaná ezt. Ezért csak azt tudom mondani, hogy meg kell nézni, oda kell menni. Amikor jönnek hozzánk és kérdeznek, mindig azt mondom, hát ne kérdezzetek engem, kérdezzétek a gyerekeket, bárkit állítsatok meg a fontos. És vannak ilyen alapvető értékek, amik szintén megjelennek például a honlapon, arra is kíváncsi vagyok, hogy szerinted mik az alapvető értékek, amit ti át akartok adni, de hogy látom, hogy önismeretre nevelni a gyerekeket, meg mások elfogadására, kritikus gondolkodásra, hogy ezeknek mi a titka? Tehát gondolom, nem, ezekre nem külön tantárgyak vannak, hogy akkor én most önismeret óra, és akkor megtudom a gyereket önismeretre, hanem hogy ez a pedagógiában, az általános pedagógiában lehet benne, ha jól gondolom. Ezt én nem nagyon értek a pedagógiához, szóval ezt egy ilyen intuitívabb dolognak tartom. Hát a pedagógiai elméletéhez nem értek. Én valahogy azt gondolom, hogy amit képviselek, vagy amit képviselünk, azt sokan otthonról hoztuk. Valahogy ebből nőttünk ki, ez természetes volt. Én azt tudom neked mondani, hogy tegnap például volt egy ilyen szülői tanács, és a kolléganőm, a Kinga, arról beszélt, hogy mondjuk milyen fajta értékelést akarunk adni a gyerekeknek 7., 8. környékén.
és ebben legalább 50-60 fontos tétel volt. De nem az volt, hogy hányas a matematika jegye, azt nyilván megkapja. Tehát gondoljatok bele, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember sikeres legyen. Hát például, amiket itt mondtál, hogy önuralom, hogy képesség a kooperációra, hogy nyitottság, hogy kritikus gondolkodás, és sorolhatnánk a végtelenségig ezeket a dolgokat. És valójában ezek, mint búvópatak, ugye mindenfajta nyitott partner alapú oktatási rendszerben bent vannak, csak mintha szégyelleni kellene, helyett azt mondjuk, hogy matematikából hányas, meg ilyesmi. Hát mi nem szégyellük, hogy ezeket tartjuk legfontosabbnak, és hogyha valakinek nem kell a matematika, mert más irányba megy, és egy hármast él el matematikából, de mondjuk imád festeni, és abból meg gyönyörűségeket alkot, akkor azt mondjuk, hogy milyen klassz, hogy te ilyen gyönyörűeket alkotsz, milyen klassz festményeket készítesz, hát hármas lesz a matematikád, hát akkor hármas lett a matematikád, akkor mi van? Nem azzal, mivel nem tanárközpontúak vagyunk, nem azzal mérjük a tanárok megbecsülését, hogy a gyerek mennyire hajlandó abból a tárgyból megfelelően teljesíteni, amit én tanítok. Sőt, hogyha valaki az én tárgyamat nem választja, vagy az én tárgyamból valamilyen könnyítést vagy felmentést kér azért, hogy vagy más csináljon, ez a világ legtermészetesebb dolga, mert nem rólam szól ez, hanem a gyerekről szól. Ez egy nehéz ügy, mert aki tanárnak megy, az nyilván egy kicsit exhibicionista, egy kicsit hiú, mindnyájan azok vagyunk. De hogyha stabil emberek vagyunk, ha van kell önismeretünk és belső stabilitásunk, akkor nem erre kell támaszkodni. Akkor az, amit a gyerekektől visszakapunk, az bőségesen elegendő, ami magától visszajön, és nem azáltal fogjuk megélni a saját fontosságunkat és a nagyságunkat, hogy félnek tőlünk, és megpróbálnak nekünk megfelelni. Aki túlságosan komolyan veszi magát, azzal vigyázni kell. Én ezt szoktam mondani a tanítványaimnak. Ha találkoztok egy emberrel, aki igazából komoly ember, akitől igazából lehet tanulni, annak figyeljétek az arcát, bármilyen komoly dolgot mond, mindig lesz egy kis félmosoly a szája sarkában. Ez az önreflexió, hogy semmit se vegyél olyan nagyon komolyan. Nincs az a tudás, amelyet annyira tehát ilyen teoretikus tudás, amit annyira komolyan kell venni. A világról modelljeink vannak, és ezek mind-mind korlátozott élvényességűek. Jönnek közben a kérdés. Na jó, hát akkor úgy csináld, ahogy... A következő kérdés, az beleillik abban. Ebben, hogy a beilleszkedés? Most itt láttam felvillanni. Igen, mennyire van kapacitás az iskolának odafigyelni a diákok egyéni szükségleteire, például tanulási nehézségek, családi problémák? Hát a tanulási nehézségek és az egyéb szükségletekre nagyon-nagyon sok energiát szánunk. Tehát ez azt jelenti, hogy azt nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy azok a gyerekek, akik végeznek az iskolába, azok között sok olyan van, aki más iskolában sokkal kevésbé tudta volna önmagát megvalósítani. Vannak olyanok, akik persze bárhol sikeresek lennének. De ugye azt kell látni, hogy mi óvodától hozzuk föl a gyerekeket, és ugyan adunk visszajelzéseket, és adunk olyan javaslatot, hogy esetleg ne itt folytasd, mert nem lesz mindenkiből Neumann János, aki bemegy a Laudel óvodájába, de ez azért nem annyira jellemző. Tehát próbálunk mindenkit vinni, és mindenkit a saját területén fejleszteni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kardinális kérdés. De ugye alapvetően a pozitív pedagógia itt egy nagyon erős eszköz, ami ugye arra fókuszál, hogy mi az, amiben jó vagy. Mit kezdjek azzal, hogy azt mondják, hogy te béna vagy, te ügyetlen vagy, te rossz vagy, és akkor mi van, magamba szállok, és attól jó leszek? Tehát az emberekben erősíteni kell azt, amiben jók. És alapvetően egy pozitív pedagógia, egy pozitív gondolkodás a fontos. Nyilván vannak kimeneti követelmények, ezeket látni kell. Ezeket a kimeneti követelményeket, a külső követelményeket teljesíteni kell. És fel is tudunk készíteni bárkit erre. De az iskola nem azáltal torzít és tesz tönkre gyerekeket,
hogy a külső követelmények azok olyan magasak, hanem azáltal torzít, hogy alapvetően az iskola olykor önhatalmulag, a rossz pedagógusok külső követelményként definiálnak olyasmiket, amik nincsenek valójában. Azt mondják, hogy általános műveltség, azt mondják, hogy lehet, hogy te kisfiam, kislányom nem érettségizel fizikából, na de hogy tud a gázok állapot egyenlete nélkül, hogy tudnál egészséges felnőttként létezni a világban? Lazán, én azt mondom. Vagy a kémiából meg mondhatnál. Tehát nem tudom, hogy most mennyire kanyarodtam el, hogy nagyjából nem, válasz. És az is kérdés, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, saját bőrömön is sok tapasztaltam erre válaszul, hogy a Lauderben végzett diákok, hogy illeszkedni egy egészen más társadalmi közegben, mint amit az iskola képvisel. Hát sokszor nehezen, olyan értelemben nehezen, hogy talán, bár nem tudom, mert a mai világban már egy érettségizett gyerek sokszor még nem nagyon tudja eldönteni, hogy mit szeretne. Hát nem tudom, hát az igazság, hogy egy végzetnek nagyon nehéz, mert mondjuk bemegy elvére, és akkor kap valamit, ami neki teljesen szürreális. Az öncélú kínzást, adott esetben attól függ, milyen tanára van. Az adott esetben a motiváló szándék teljes hiányát, és akkor azt mondja, mi ez? Ez az egyetem? Hát akkor én inkább nem is akarok egyetemre menni. És akkor általában esetleg nem is megy, akkor csinál valamit, és akkor majd 2 év múlva esetleg megy. De ezek a gyerekek, vagy külföldre megy eleve, ezek a gyerekek azért nagyon-nagyon sikeresek lesznek, és ebben a sikerességben biztos vagyok benne, hogy valamennyire a labda is benne van, de hát ez ilyen értebb egy rögösebb út. De olyanról is hallottam már egy másik példa, hogy valaki, aki a Lauderban nem számított egy nagy ásznak, elment egy ilyen kissé melevebb egyetemi helyre, és mindenki megdöbbent, mert ő volt az egyetlen, aki megmert szólalni. Mert ugye a tanár, a professzor az időnként kérdezett, de mindenki be volt tojva, mert hát ugye ha a rosszat mondja, jön a megaláztatás. Ő volt az egyetlen, ő merte, mert ő ahhoz szokott, hogy hát akkor ha más mond, attól az neki az a véleménye, és nem lehet rosszat mondani, hogyha a véleményedet mondod, ha meg valamilyen tényszerű dolgot kérdeznek, akkor meg azt mondják, hogy tehát ha én nekem, mint fizikatanárnak valaki valamit mond, akkor vizsgálhatom azt, hogy amit mond, az miért rossz, de vizsgálhatom azt is, hogy amire gondol, abban mi lehetett a jó. Én például mindig azt keresem, hogy vajon mire gondolhatott, ha rosszat mond, és akkor megpróbálok abba az irányba elmenni. Ez csak pedagógiai hozzáállás kérdése. Azt is kérdezi valaki, hogy méritek a sikert. Mások például felvételi statisztikákkal a Lauder mivel tudja igazolni a saját sikerét? Hát most mit mondjak el, hát mindenkit fölvesznek, de már mindenkit felvesznek valahova a mai világban. Vannak ilyen meg olyan helyek. A Lauderből egyébként bizonyos értelemben sajnos, bizonyos értelemben értem, de nagyon sokan külföldre mennek. Tehát most már lassan évfolyamok fele külföldre megy. Az, hogy a felvételi eredmények igazolnák egy iskola sikerét, ezen én már vitatkozom. Én azt mondom, és ez már mostra is igaz, de 10 év múlva teljesen ez lesz az alapérvényesség, hogy lassan már az egyetem nem fog semmilyen sikert, az egyetemre való bejutást nem fog semmilyen sikert igazolni. És most nem arra gondolok, amire gondolhatnék, hogy bizonyos területeken például olyan teljesítmények születhetnek már a középiskolás korban, vagy olyan irányok indulhatnak el, amelyek izgalmasak, piacképesek, hanem arra gondolok, amit az egyetemek maguk is egyre inkább látnak, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen később, olyan általános kompetenciákra van szüksége, amelyet nem lehet a matek felvételivel pusztán mérni. Tehát én azt gondolom, hogy a statisztikáink jók, fölveszik a gyerekeket, fel tudjuk mutatni, de én nem ezen mérem le az iskolának a sikerességét, hanem azon lehet lemérni az iskolának a sikerességét, hogy boldog, sikeres embereket tudunk-e nevelni. Tehát, hogy azok az emberek, akik hozzánk jártak, később boldog, sikeres emberek lesznek-e. Azok az emberek, akik hozzánk jártak, azok hogyan
visel, hogyan bánnak a környezetükkel, a gyerekeikkel, hogy megy ez a dolog tovább. Én ugye csináltam nagyon sokáig, nagyon intenzíven, a Laokon csoport volt még az előző munkahelyemen, meg kicsit most már csak a túlélőket csinálom itt a Laudelban. Vittem a gyerekeket kirándulni két hetente hajnalban, hülyék vagyunk, de jól esik. És hogyan lehetett lemérni a sikert? Nem az volt a siker, hogy velem együtt fölmásztak a csóványosra, az a motiváció volt, és az a jó érzés volt, ami beépült, és aztán valamit elindított. Az volt a siker, amikor a saját gyerekeit is vitte tovább. Az volt a siker, amikor tovább vitte azt a gondolatot, hogyha valamit akarsz, azt el tudod érni, hogyha magadban bízol. Az a siker. Egy szülő nem akkor sikeres, ha be tudja idomítani a gyerekét arra, hogy rendszeresen mosogat, hanem akkor sikeres egy szülő, hogyha amikor a gyereke leszakad, és már felnőtt lesz, akkor majd mosogatni fog otthon, az ő családjában. Ez egy nagyon-nagyon alapvető kérdés. Ilyen értelemben a pipáják nagyon érdekes, mert abban a pillanatban kapsz visszajelzést az óra után, hogy te milyen voltál, de az csak a te érzésed, hogy jó óra volt, rosszul volt, de a sikerességed az nagyon-nagyon hosszú távú sikeresség. Az később jön vissza, és akkor látod igazán. Mint szülőként is. Hát, mint szülő. Pont, szülő. Nem, tehát hogy van itt egy ilyen kérdés, és egy hasonló kérdésem van nekem is, mert összekötni a kettőt, hogy nem egy borzasztó homogén közeg ez. Tehát, hogy kívülről úgy tűnhet, hogy a Lauderbe csupa zsidó, jómódú, értelmiségi, újlipótvárosi és budai gyerek jár, és hogy hát így könnyű, mert mindenki kb. Ugyanonnan jött, és ugyanoda megy. Így van ez. Hát nézd, az, hogy kezdjük onnan, honnan kezdted, hogy csupa zsidó. Hát erre lehet azt mondani, ugye ezt a zsidó kérdés úgysem érintettük, hogy olyan értelemben nyilván sokan és egyre többen zsidók, hogy ez az egyetlen, ez egy világi zsidó iskola, és ide valóban zömmel a Nürnbergi törvények, vagy izraeli bevándorlási törvények értelmében zsidók járnak. Na de mit jelent az, hogy zsidó? Mert hogy én nem tudom, hogy pontosan mit jelentene az, hogy mondjuk valami katolikus, de gondolom az valamilyen valláshoz való viszonyt jelent. Tehát a zsidónak lenni az ilyen értelemben, ugye az egy helyzet, amiben az ember valamilyen módon beleszületik, és hogy mit jelent számára a zsidóság, az ő egyéni döntése. Tehát a csupa zsidó, mint egy homogén kategória, hát az nagyon vicces. Mert két zsidó között a végtelen nagy gondolkodásbeli különbség lehet minden további nélkül. Tehát azt azért nem mondanám, hogy aki zsidó, az ugyanolyan. Mert az nagyon nem igaz. Hát az, hogy most tehetősek vagy nem tehetősek, erre azt mondom, hogy persze, mivel ez nem egy ingyenes iskola. Hát van egy szociális rendszer, és törekszünk arra, hogy ez a szociális rendszer segítse azokat, akiknek ez a számára az iskola egyébként anyagilag elérhetetlen lenne. Ez egy viszonylag jól működő rendszer, azt gondolom, és hogyha van olyan család, ahol erre szükség van, ott próbáljuk ezt a megfelelő támogatást biztosítani. Hát az, hogy értelmiségi, hát erre azt lehet mondani, hogy kétségtelen, hogy ennek a zsidó gyökerű budapesti népességnek jelentős része értelmiségi, mert hogy ebben a zsidó tradícióban a tanulás, a tudás inkább az egy nagyon nagy érték, de azért sokféle szakmában dolgozó ember van. Ha azt mondja valaki, és joggal, hogy ebből fakadóan, ugye nekünk alapvető feladatunk lenne az érzékenyítés, akkor azt mondom, hogy ez nagyon megvan. Tehát nagyon sok olyan programunk van, ahol a micve, a segítés van központban. Ezt te szülőként is tudod, hogy szegény zsidók felé, mert olyanok is vannak ám, és nem zsidók felé is. És nagyon sok olyan program van, ahol a gyerekek a különböző hátránnyal küszködő embereknek az élethelyzetét ismerik meg. És hát eleve az kétségtelen, hogy van egy nagyobb érzékenység, ami nyilván megint csak összefügg a
a történelemnek a zsidókra vetülő következményeivel. Ez is egy jelenlevő tény. Tehát azt mondom, hogy nyilván olyan értelemben van homogenitás az iskolában, hogy itt sok zsidó van, de hát hogyha lenne Budapesten mondjuk egyetlen egy olyan iskola, amelyiket kifejezetten baptista fogorvosok hoztak létre, baptista fogorvosok számára és gyerekei számára, és lenne ezer egyéb iskola, akkor az talán nem lenne egy negatív dolog, hogy akkor abba olyanok járnak. De maga a zsidóság az egy nagyon-nagyon inhomogén kategória. Például, hogyha tőlem megkérdeznéd, hogy én hogy vagyok zsidó, akkor én nekem nagyon könnyű lenne erre válaszolni. Az első perctől a mostanáig az én minden mondatom arról szólt, hogy én hogy vagyok zsidó, így. De azt kérdezed, hogy és nem úgy, hogy járok a zsinagógába? Azt mondom, nem úgy. Nem úgy, hogy otthon tartom a zsidó ünnepeket? Azt mondom, nem úgy. Nem úgy, hogy vallásos vagy? Mondom, nem úgy. Nem úgy, hogy érted? Így vagyok zsidó. Azt gondolom, hogy ahogy én ezekről a dolgokról beszélek, ezt nem akarom kisajátítani a zsidók számára. Ezek az értékek, ez a fajta gondolkodás, ez valamilyen módon a zsidó tradícióban gyökerezik. És én ebben nem vagyok egyedül, mint budapesti zsidó származású értelmiségi, akit a történelem viharai, akinek a feljebb, tehát a szüleit, nagyszüleit asszimilációra késztette, kényszerítette, vagy önkéntesen asszimilálódtak. Én nem vagyok egyedül. De ez nem jelenti azt, hogy ez ettől egy homogén réteg lenne, éppen ellenkezőleg a legkevésbé sem homogén. Még csak szeretném mondani, hogy 8 percünk van, ezért azt szeretném kérni a nézőktől, hogy akinek van kérdése, az még gyorsan tegye fel. Hát nem mondtad, hogy ezt 60 perc alatt össze kell csapni. Ja, 60 perc alatt lenni, igen. Ráadásul én nem vagyok az irodában, és haza kell érnem a kiárási tilalomat. Jaj. Igen, mert nincs velem kutya, tehát haza kell érnem. Egy interjúban azt mondtad, hogy te egy naív idealista vagy, és elgondolkodtam azon, hogy vajon hogy lehet egy ekkora iskolát, ennyi pedagógust és ennyi diákot, ha nem is irányítani, de stratégiailag igazgatni naív idealistaként. Csak naív idealistaként lehet, mert a naív idealisták azok úgy működnek, hogy hisznek az emberekbe. Egy ekkora iskolát centralizált módon, hogy én akarok mindent megmondani, nem lehet irányítani. Úgy lehet irányítani, fizikát tanítok. Úgy lehet irányítani, közben felhőjött egy kicsit. Úgy lehet irányítani, hogy gyakorlatilag van egy csapatom, akik a vezető csapatom, és én megbízom bennük, mert egy naív idealista vagyok, ha úgy tetszik, bár azt gondolom, hogy inkább azt mondhatnám, hogy hiszek abban, hogy a szabadság és a felelősség az, amely a legtöbb energiát szabadítja föl az emberekbe. Tehát én nem akarom megmondani azt, hogy az adott helyzetben mi a legjobb megoldás, mert nincsenek abszolút válaszok. Itt közben felugrott a kérdés, hogy mit tanítok. Ez összefügg a fizikával. Aki mélyen érti a fizikát, az tudja jól, hogy csak modellek vannak. És nem a valóságot, hanem a valóságot alkotott modelljeinket elemezzük, amelyek sokszor egymással is vitatkoznak. Tehát hát itt egyszerűen arról van szó, hogy ha jó emberek vesznek körül, és megbízol bennük, akkor naív idealistaként, akkor ők ezt a bizalmat továbbadják lejjebb és lejjebb a gyerekekig, és a dolog működni fog. És nem neked kell arra figyelni, hogy Úristen, eldugult a WC, most mit csináljunk? Kell szólni a főigazgatónak, hogy ki szabad-e piszkálni, mert hát erről van szó. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, köszönjük szépen. Ha új tanár érkezik a Lauderbe, honnan tudja a lauderes értékeket, pedagógiai elveket? Hogy tud hirtelennyiben lauderes tanárrá változni? Alapvetően a lauderesség az kevéssé tanított dolog, hanem az ilyen értelemben, bizonyos értelemben született dolog. Tehát
többféle tanári habitus, többféle tanári mentalitás van. Azt gondolom, hogy ha valakiben megvan az a fajta nyitottság, amiről beszélek, akkor amikor egy nyitott közeg fogadja őt, egy baráti befogadó közeg, akkor ez a nyitottság, ami ott benne el van ültetve, mint kis mag, a szába fog szökkenni, és akkor a dolog működni fog. És természetesen, amikor új tanárokat próbálunk fölvenni, akkor ezt keressük bennük. Tehát ezt a fajta nyitottságot, önállóságot, stabilitást, önbizalmat, és valamikor az esetek jelentős részében talál, és persze van, akinek ez a közeg nem feltétlen jó, mint ahogy a iskolában sem feltétlen jó mindenkinek a lakodás közeg, azért ne legyen. Igen, ezt szerettem volna megkérdezni. Hát abszolút nem. Hát vannak olyan gyerekek, akik sokkal szabályozott közegekben szeretnek létezni. Vannak, akiknek egyfajta döntéskényszer az tehel, hogy valami az ő felelőssége és az ő döntése. Hát sokfélék vagyunk, és én soha nem azt mondom, hogy a Laudel a legjobb iskola. Én azt mondom, hogy a Laudel az az iskola, amiben hiszünk. Azt mondom, hogy akik ugyanebben hisznek, annak ez jó iskola. És aki másban hisz, annak meg az a másik lesz jó iskola. Soha nem mondanám azt, hogy egy másfajta iskola az rosszabb, mint a miénk. Nem azt mondom, hogy én egy olyan iskolában dolgozom, ami egy nagyon jó iskola, és nagyon hiszek abban, hogy ez egy nagyon jó iskola, és mivel hiú tanárember vagyok, azt mondom, hogy abban is hiszek, hogy ebben egy kicsit nekem is részem van. És te tényleg azt gondolod, hogy bárki számára élvezetessé lehet tenni a fizika tantárgyat? Ez az én utolsó. Erről 100%-ig számomra hihetetlenül. Erről teljesen meg vagyok győződve. A fizika az nem az, amit sokan gondolnak, hogy ilyen képletekbe helyettesítünk, hanem a fizika az az, hogy kísérletet teszünk arra, hogy megértsük a világot. Kérdés úgy szól, hogy megérthető a világ, és hogyha igen, akkor miért nem? Ez nem elég érdekes kérdés? De ez érdekes. Na látod, akkor már is... Van egy kérdés, a diákok és a tanárok kiválasztása során a zsidó származás előnyt jelent-e? Igen, abban az értelemben, nem halakhikus értelemben, tehát nem a zsidó vallásjog szerint, hanem ahogy elmondtam. Tehát előnyt jelent, és ez azt jelenti, hogy viszont kategóriák nincsenek. Tehát ha például mondjuk valakinek a anyukája zsidó, vagy a nagypapája, az most érted, ez most mindegy. Vallásjogilag nem lenne mindegy. Tehát a vallásjogi szempontból az én gyerekeim azok mondjuk nem zsidó. De ennek nincs jelentősége. De a Laudel szempontjából az unokáim is élvezik úgymond ezt az előnyt. És egyébként, hogyha valaki mondjuk zsidó származású, és most eszembe jutott, de egyáltalán nem fontos neki ez, és nem foglalkozik vele, az is, tehát hogy ők is előnyben részesülnek azért, mert zsidó származások, vagy inkább az értékeknek a fontossága, meg a zsidóságnak a fontossága számít. Tehát most azt mondod, hogy valaki azt mondja, hogy én zsidó származású vagyok, de ez engem nem érdekel egyáltalán. Igen. Akkor nekem nem fontos. Akkor visszakérdeznék. Hát ugye akkor te egy nehéz döntés előtt állsz, mert alapvetően mi a zsidó szokásrend szerint működünk, a kaja az kóser, bár ugye a többség, a 95%, 97% otthon nem tart kóser, de miatt a 3% miatt is megéri, hogy nem a karácsonyt ünnepeljük, hanem a hanukát, hogyha ez téged zavar, akkor ne gyere. Ha nem fontos, hát nézd, minden iskola, minden hely, minden kulturális közeg valamilyen kontextusban működik. Tehát mi egy zsidó kontextusban működünk. Most bejön ide egy szülő, és azt mondja, én ide szeretném hozni a gyerekemet, de kiméljétek őt a zsidó kontextustól, erre mit mondjuk? Hát azt mondjuk, ha nem tudjuk kimélni, akkor ne hozd ide. Ha azt mondja egy szülő, hogy nekem személy szerint nem fontos, akkor azt mondom, hát jó, de most akkor ez nekem miért érdekes? A gyereked idejön, és sokszor a gyerekek viszik haza egyébként a nagyszülők és a dédszülők emlékeit a szülőknek. Ez nagyon érdekes. Hát mert tehát, a hanukát a nagyszülőknek, akik hát azon keresztül, nem hanukáztak, és ezen a télen hanukáztak. Figyelj ide, előbb elkapartam, előszedtem egy újságot, véletlen a kezembe került, a 30-as évekből, vagy 20-as évekből. A
ül egy zsidó család a karácsonyfa alatt, és azt mondja az apa, hogy de kár, hogy a nagypapa ezt nem élhette meg. És a nagypapa látszik ott egy ilyen, ott a sírjában, és azt mondja, hogy miért is kéne nekem megfordulnom a síromba. Tehát Budapest, mert ugye főleg, ugye, mert a vidéki zsidóságot nagyobb mértékben pusztították el, Budapest, és ez a budapesti zsidóság, ez teljesen unikum. De nem az egész világon teljesen unikum, hogy ennek a dolognak itt mi a jelentése. De ez aztán végképp meg fogja haladni a hátralévő 0,1%-et, akkor tartok. De erről fejezd be a gondolatot. Nem, csak azt mondom, hogy itt mindenféle megközelítés, meg elképzelés lehet, amikor valaki ide akarja hozni a gyerekét. Ennek az iskolának a kontextusa egyértelmű. De az, hogy egy zsidó kontextusú iskola, ahol a zsidó ünnepekről, a zsidó hagyományról tanulunk, abból nem következik, hogy azt várjuk, hogy bárki vallásos legyen. Meg kell érteni, a zsidóság zöme nem vallásos. A zsidóság az nem egyszerűen egy vallás. Én nem tudom, valószínűleg, ha azt mondjuk, hogy valaki katolikus, arra azt gondoljuk, hogy vallásos, nem? Én nem tudom. Lehet nem vallásos katolikusnak lenni? Nem tudom, valószínűleg nem. De nem vallásos zsidónak. Lehet. Lehet? De akkor lesz, miben katolikus esetleg? Hát, hogy abba született bele. Hát igen, de hogyha ezen gondolkodunk, akkor többször valahogy jobban hozzá kapcsoljuk. Én nem, a zsidóság ebből a szempontból nagyon sajátos például. Tehát... Na, nem tudom, ez nem jó zászló, valami jó zászló. Valaki azt kommentelte, hogy Horn György szerint az iskola egy borzasztó hely. Így van. Az iskola alapvetően egy borzasztó hely, de az ember társas lény, és az emberek nagyon szeretnek együtt lenni, és tenni kell azért, hogy ez az együttlét, ez jó legyen. És mi az, hogy az iskola borzasztó hely? Az iskola egy absztrakció a maga nemében, és ez az absztrakció, ez valóban egy borzasztó hely. De együtt lenni, egymástól tanulni, egymásnak örülni, az nem egy borzasztó dolog, hanem ez egy tök jó dolog. És az a dolgunk, hogy olyanná alakítsuk ezt a társas létet, hogy ebből a gyerekeink profitáljanak, és közben mi is megvalósíthatjuk a önmagunkat. És akkor, hogyha az iskola borzasztó hely, akkor mondjunk valamilyen más szót. Mondjuk azt, hogy Laude. Na, ez egy nagyon jó végszó. Köszönjük szépen neked ezt a szórát, és további szép estét. Köszönöm én is a lehetőséget, és szívesen látunk bárkit, akinek kedve van megnézni a Laude-t, megkérdezni a gyerekeket ott a folyosón, hogy na mi van, te tényleg szeretsz ide járni, vagy ilyesmi, vagy bemenni úgy a WC-be, tanári WC van, meg diák WC, bármi, tehát teljesen nyitottak vagyunk mindenkire és mindenre, és örülök, hogy itt lehettem, és ha bármikor van még olyan, hogy szeretnél beszélgetni fizikáról, mondjuk arra nem volt annyi idő, vagy a zsidóságról részletesebben, akkor én boldog örömmel állok. Jó, akkor meg fogunk keresni. Köszönjük. Oké. Szia, Gábor. Szia.